Jó estét kívánok, kedves nézőink! A beszéljünk róla, a magazint látják. Ugye milyen egyszerű bemenni a boltba és megvenni valamit. Aztán, amikor hazavisszük, akkor azt mondjuk, hogy gyerekkorunkban ennek nem ilyen íze volt. Valahogy más. Lehet, hogy akkor boldogabbak voltunk, vagy vidámabbak voltunk, de az is lehet, hogy valójában az otthon megtermelt zöldségnek és gyümölcsnek tényleg egészen más az íze, és kicsit elszoktunk ettől a világtól, hogy bármit is megtermeljünk magunknak. Az Agrárkamara célja pedig nem más, mint hogy egy picit visszahozza ezt a hagyományt. Erről a témáról is hamarosan beszélgetek ma esti meghívott vendégemmel, Csanádi Lajos Alelnök, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bácskiskun megyei szervezetének képviseletében ül itt. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jól fogalmaztam meg az elején, hogy ez lenne a cél, és valóban az enyém, a sajátom, az mindig sokkal finomabb? Igen, azt gondolom, hogy az idő előrelattával erre jobban került az embereknél az egyszerű vásárlási mód, is, megveszik a boltba a gyümölcsöt, zöldséget, mindenféle mezőgazdasági terméket. Én azt gondolom, hogy ezzel előbb-utóbb előbb, rájönnek az emberek, rá fognak jönni nem olyan sokára arra, hogy ez igazából jobban ha otthon megtermelnék. Tehát mi az a célunk alapvetően, hogy az emberek otthon termelnék, és azt a terméket fogyasszák majd el, amit otthon megtermeltek. Csak megsúgom a nézőknek, hogy igen, rögös útra lép valaki, aki mezőgazdasággal szeretne foglalkozni, mert nem elég, hogy elültetem a palántát, ahhoz érteni is kell. És ahhoz, hogy ezt nagy mennyiségben, nagy tételben vagy több hektáron termeljük, ahhoz pedig írdatlan tapasztalatra van szükség. Ebben is segít az Agrárkamara. Nézzük, hogy milyen támogatási rendszerben tudnak azok mellé állni a kamarai szervezetek, illetve hát ezen keresztül a kormány, akik nagyban gondolkodnak én azt gondolom, hogy a mezőgazdasági termelés több év óta támogatott, tehát támogatja az Unió is, és a magyar kormány is, ugye, és a minisztérium is. Alapvetően földlapú támogatás, ami legfontosabb mindenki számára, a állatokat is támogatja a kormány, tehát azok is megvannak. Aki termelő és termeléssel foglalkozik, ezeket a falgozászokon keresztül tudják, és ők pontosan tudják, hogy mikor milyen lehetőség van, és milyen támogatási igényt lehet beadni, és milyen támogatást lehet kérni. Viszont vannak változások, hogy történtek változások ebben az évben is, 2018-ban is történtek változások a földalapú támogatással kapcsolatban is. Ezek milyen változások, mit jelent ez, és hogy működik ez a földalapú támogatási rendszer, mert higgyel, aki nem a mezőgazdasággal foglalkozik, annak egy kicsit ilyen kínainak tűnhetnek ezek a megnevezések. Alapvetően az Unió támogatja ugye a termelőket. A földalapú támogatás azt jelenti, hogy egységes, egy össze, egységes, összeget ad minden egyes hektár szántóföldre földre. Az Unió, amelyet a gazdák ugye, támogatásként kapnak meg. Ennek ugye szigorítása történt már tavalyi évben is, és ebben az évben is újabb szigorítások léptek életbe, ami újabb követelményekkel járja a gazdákat. Tehát azért a pénzért, amit kapnak hektáronként a gazdák, újabb és újabb környezetvédelmi és egyéb más követelménynek kell megfelelni. Bonyolult ez a rendszer? Nehezek ezek a vállalási feltételek? Azt gondolom, hogy nem bonyolult a rendszer, tehát a gazdátnak belekezd, meg kell szokni ezt a rendszert. Vannak lehetőségek, több lehetőségek közül lehet választani, amivel az öldítést igazából most már nevezik a nevén, a öldítést végre lehet hajtani. És ezzel a gazda megkapja azt a támogatás összeget, amit az Unió a kormánynak is ad. Zöldítés egy újabb kínai. Mit jelent ez konkrétan? Az zöldítés azt jelenti, hogy a földlabú támogatás egy bizonyos része zöldítésként szerepel, és ezért a támogatás egy részét akkor kapja meg a gazda, ha a zöldítésben szereplő követelmények megfelel. Ilyen, ebbe történt ugye változás, hogy például zöldítésként nitrogén megkötő növényket kell termelni a gazdának esetlegesen, vagy termelhet, ugye, hagy, a palagon hagy, hagyhatja a földjét, vagy termelhet ökológiai, ökológiai másodvetést, és ugye ezeket betudhatja ennek a zöldítésnek, és a plusz munkáért a, kapja meg a zöldítés összegét. Mennyire van az embereknek úgymond mezőgazdasági vállalkozói kedve a térségben? Mert hangsúlyozom, ez egy, ez egy borzasztóan összetett feladatsor, amelyet az év minden napján egy, egy jó gazdának végig kell vinni. Már most tudni kell, hogy jövő ősszel mit fogok vetni. Így van. E, azt gondolom, hogy a gazdaság, a térségben a gazdálkodás egyre jobban, tehát terjed a gazdálkodás, viszont azt is, azt is látnom kell, és látom is folyamatosan, hogy a nagy gazdaságok is növekednek, tehát terebélyesednek, tehát a, 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 gazdálkodás létszám valamilyen szinten csökken ebből a szempontból, viszont összességében a megyé szinten nézve például a gazdálkodó létszám növekedett. Mi a jellemző termény, ami itt a térségben megjelhetést ad az embereknek? A nagyon fontos tudni, hogy aki több hektáron gazdálkodik, annak be kell állítani vetésforgót, a vetésváltást, és igazából ez meghatározza azt, hogy milyen növényt termelhet. Tehát nem lehet egy, egy földbe, ugyanabba a földbe minden évben ugyanazt a növényt vetni, be kell állítani vetésforgót, amit általában a 2-3-4 évre meg kell terveznünk. Ez ugye meghatározza a növénynek a nagyságát, minőségét. Általában a gabonát, kukoricát termelnek ugye sokan, ezen kívül újabb növények, amelyek alternatív növények, és amelyek hozhatnak pénzt a gazdának, ezt be kell a vetésforgóba. Ilyen például a repce, amik a van, most egyre többen termelnek repcét, az olajnapra fogót is elég sokan, elég sokan termelik, és van minden évben egy-két a növény, vagy éve, két-három évente, ami éppen növényként szerepel, és ha, ha gazdaságilag megérek, akkor termel a gazda, ha nem éri, már, akkor nem termelni. Abban segítsen nekünk, laikusoknak, hogy itt halason és környékén, akár a térségben, én azt tudom, hogy a halasi földek javarészt ilyen homokos talajúak, de a kiszállás itt meg mindig dicsérik, hogy na az az igazi milyen területek oszlanak meg itt, és ez mennyiben befolyásolja a termelhető növényeknek a fajtáit, minőségét, mennyiségét? Alapvetően, hogy milyen növény termelnek a Földön, az alapvetően mindig a, a Földnek a minősége határozza meg. Általában ezt aranykornában határozzák meg, ami régi rendszer működik, és nagyjából ez fedi a valóságot, amit a Föld tud. Ezen kívül az ember, a, a gazdák csinálnak talajvizsgálatokat, amiből szinte lehetne a talajnak a tulajdonságait. Alapvetően tudni, hogy egy halas környékén vannak jó minőségű földek, fekete földek is. Nem teljesen vannak, mint kiszállás környékén, mint említett kiszállás környékén, de halastól haladva Kunfejét irányában is vannak néha jó területek, halas is vannak jó területek, főleg a harkakötöny irányába haladva, de vannak homokos területek is legett irányába, vagy esetleg a pirtó fele haladva, vagy vannak rosszabb területek. Ezeken a területeken más technológiával, más tőszámmal és más törvényeket termelhet termelni. Ugye a hobbi kertészt a gazdától azt különbözteti meg, hogy a hobbikertész kertész bízik benne, hogy lesz valami, a gazda meg tudja, hogy abból kell, hogy legyen valami. Mert például, mint amit most a felvételen látunk, mezőgazdasági termelőt, ő tudja, hogy minden hektárra súlyos százezreket kell beinvestálni, üzemanyagba, bérletben esetleg, vetőmagban és a többi. Hogyan fogjunk hozzá egy gazdálkodáshoz? Hall az ember különböző gazdaképzésekről, itt akár az aranykalászosról is beszélhetünk, meg egyáltalán őstermelőnek kell lenni. Hogy működik ez a rendszer, hogy én egy, egy ilyen rendszernek a tagja lehessek? Én azt gondolom, hogy ez is első az embernek a fejébe dől el az, hogy az ember gazdálkodni szeretne. Ha valaki szeretne gazdálkodni, ugye akkor beszélni kell olyan emberekkel, olyan gazdákkal, akik ugye ezt már csinálják. Utána el kell végezni valamilyen iskolát. Azt gondolom, mindenféleképpen az aranykázos tanfolyam az egy fontos iskola lehet alapképzésnek a gazdálkodáshoz, de ettől kicsit tovább kell menni, azt gondolom, mert az alapokat meg megtagadja, és a papírilag, tehát a földvásárlás az idők az rendben van, de viszont később érdemes ember tovább akár középiskolai, akár főiskolai szinten, és akkor olyan dolgot tanul az ember meg, ami alapvető ahhoz, hogy termesztést folytasson aranykalászos képzés. Hogyan lehet mindenre jelentkezni, és mire ad jogosultságot, végzettséget egy ilyen tanfolyam vagy, vagy vizsga? Az aranykalászos képzés ugye adja alapvető mezőgazdasági tanfolyam, is tanfolyam, ami arra ad lehetőséget az emberek számára, hogy betekintést nyerjenek ugye a mezőgazdaság alapvető törvényeibe és alapvető szabályaiba, és ezáltal a nyílik gazdának arra, hogy földet vásárolhassanak. Ez egy, egyik fontos lehetőség, ugye, mert ma a törvények szerint, ha valaki földet szeretne vásárolni, földnyomvesnek kell lennie egy-egy tár fölött, és ha valaki, akkor lehet valaki földmes, ha legalább egy minimális mezőgazdaság védelmessége rendelkezik. Március 20 egy kiemelten fontos dátum a termelők részére. Miért van ez az időpont, illetve mit kell betartani a termelőknek? Hát az östsemelőkre vonatkozik a május 20-ai határidő, ami azt jelenti, hogy az östsemélyigazolvány, ugye ki van, mindenki kaptam, most már átgyalapú igazolvány van, viszont tartozik hozzá egy betétlap, ami évente meg kell újítani. Tehát ezzel a betétlap kiváltásával mindenkinek meg kell újítani május 20-ig az igazolványát akkor, ha szeretné egész évben az östsemélyigazolványát használni. Enélkül nem lehet semmit tenni? Őstel igazolvány nélkül mezőgazdasági terméket árulni nem szabad, nem lehet, ugye? Jogszabályok szerint akkor árult valaki mezőgazdasági terméket, piacon bármit adhat-e, bármilyen termény terméket, ha őstel igazolvány rendelkezik. Mi a helyzet a kiskerttel? A, a, hát a, a kiskertben, hogyha valaki termel magának, ugye az, nem, az nem kell őstel igazolvány, nem értékesít. Tehát az értékesítéshez kell az őstelmi igazolvány. Nézzük, hogy ugye szőlő szerkezet átalakításról is szólnak mostanában a hírek. Kiskónason is térségében azért az elmúlt időszakhoz képest már nem annyira nagy, de még mindig jelentős szőlőterületek vannak. Mit jelent az ő esetükben ez a szerkezet átalakítás? Ez igazából azt jelenti, hogy vannak olyan szőlőterületek, amelyeket föl lehet újítani, ki lehet vágni és újra lehet telepíteni. Itt felírtam egy pár dátumot, föl is írtam a, ezzel a kapcsolatban magamnak, hogy ne, hogy véletlenül rosszul mondjam. Tehát van ilyen lehetőség február 15 február 28-ig ilyen támogatás beadására, és november 2 30-ig szintén van ilyen lehetőség, amikor a szőlészek ugye a területeket bejelenthetik, kivághatják, és újra telepíthetik vissza, és új szőlőtetmények fognak megjelenni a régi öregek helyébe. Mennyire esett vissza itt az ön tapasztalatai szerint a és a térségben? Mert korábban azért, azért úgy gondolom, hogy a kiskertekben is több szőlő volt, aztán a, az idősek, az ősök sajnos elhunytak, megmaradt a szőlő, azt a következő generáció meg nem nagyon tudott vele mit kezdeni. Mi a helyzet? Én azt gondolom, hogy a szőlővel kapcsolatban a régi, ugye a régi nagy szőlőterület, ez kis korsos, rengel, sok szőlő volt, ahhoz képest a szőlőterület lecsökkent lényegesen, és a szőlőterületek az elmúlt években stagnáltak, tehát nem változott a terület. Egy-két telepítés voltak, amit hallottam, és telepítettek szőlőterületeket, tehát azt gondolom, hogy szinten van, és nem változott az elmúlt négy-öt évben. Megéri szőlőt termelni? Annyi minden hír van minden betakarítási időszakban. És... Én azt gondolom, hogy ez külön is ott megérdemelne egy ilyen kapcsolatos megéri, nem ír. Ugye van egy egységár, ami átveszik az ez általában évente változik, van amikor sok, van amikor alacsony, vagy még kevesebb. Tehát ezek a kategóriák vannak, és a szőlőtermelő, a termel, és nem készít bele bort, mert hanas környékén, hogy általában a szőlőtermelők vannak, általában elég alacsony árkon tudják eladni a szőlőt, és a borára meg általában emelkedik. Tehát azt gondolom, hogy egy külön műsort lehetne összehívni a szőlészekkel, borászokkal ezzel, amiből ezt ki lehetne álmozni. Mit tud tenni a kamara? Hiszen önöknek azért van rálátásuk ezekre a folyamatokra. A kamera próbálja összhangba hozni a szőlészeket, ugye, de a hegyközség az a kompetensebb igazából, és a hegyközség döntebb igazából a kérdésekben. Kiskolason és környéken is úgy gondolom, hogy elég sok olyan úgynevezett zárt kerti övezet van, amely Pősz Miklós volt falugazdásszal történt riport nyomán, azt lehet rám mondani, hogy egyik felét használják, egyik felét művelik, aki műveli, az csak bosszankodik, mert a szomszéd valószínű csak vaddohányt termeszt ezen a területén. Hogyan lehet és hogyan kellene itt rendbe tenni ezeket az zárt kerti övezeteket? Hát ezzel már sokat gondolkodtunk az elmúlt években, akár a másfületése is mostani időszakban is. Nagyon nehéz ugye ezt megoldani, mert a zárt kertek, ugye vannak olyan területek, ahol itt élnek ki emberek, van víz, van villany, tehát lehetőség van arra, hogy homokon is, hogy az homokos területek, tehát nem jó földek, lehet termelni. Mi azt a célt most ki magunknak itt környékén, hogy a zárt kertekben próbálunk új módszereket tanítani az embereknek, mondani, és ami módszerekkel a homokon is megfelelő minőségű, és legalább a saját része meg tudja termelni azt az öltséget, és vegyszer, valamilyen szinten vegyszernékű és teljesen egészségesebb ételt tud adni a családjának majd. Hogyan lehet ebbe bekapcsolódni? Mert szerintem ez sok embert érdekelne, mert kvázi ingyen kapunk egy olyan tudást, ami ami az életünket azt gondolom, befolyásolja. Hogy, azt gondolom, hogy általában úgy működik, és úgy szoktuk csinálni, úgy a értelme, ennek ennek a rendszernek, ha engem megkeresnek, vagy a gazdatársai megkeresik bárki azzal, hogy ő szeretne egy kell, vagy zárt és nem tud mit kezdeni vele, és ebből termelni szeretne, mi kimenjünk, szívesen segítünk neki. Ez a megoldás szerintem működik, és ezzel ezt lehet továbbfejleszteni. Tervezünk olyat is, hogy lesz bemutató zárkert itt halas környékén, ahol megmutatjuk, hogy homokon kevés öntödéssel, mennyi, milyen terméket lehet előállítani? Ugye nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy ez a terület, halas környéke, akár a sóstói szőlők, de mondhatom a Gubodi út környékén, ott korábban ilyen virágzó kertek voltak. Fontos tudni azt is, hogy ha van egy ilyen kertem, milyen követelmény van, hogyan kell azt nekem tartani? Visszacsatolok a vaddohányra, mert hiába szép az én kertem, hogyha a szomszédból jön át a gyomnövény, ez az invazív faj, vagy hiába tartom rendbe a gyümölcsfámat, hogyha a szomszédtól gyönyörűen bármilyen gombás betegség és a többi jön át. A gondolom vannak erre szabályok, tehát a parlok is kötelező mindenki számára az állkedbe is, vaddóan szintén szinten olyan növény a advány, amelyeket írtani kell. Tehát erre van olyan szabály, amelyet ugye folyamatosan ellenőriznek a főtivatal dolgozói. Tehát azt gondolom, ezzel talán nincs probléma, nem is lehet probléma, mert ezt a két növényt folyamatosan ellenőrzik. Az egyéb más gyomosulás, meg szerintem előbb-utóbb eljutunk arra, majd remélem arra szinte hogy a szomszéd kertje zöldebb lesz, mint a miénk, tehát itt tudunk versenyezni egymással. Egy kicsit ösztönző, ugye? Igen. Gyümölcsfa összeírás. Hogyan zajlik ez? Milyen szabályok vonatkoznak erre, és egyáltalán kinek van arra szüksége, hogy tudja, hogy nálam hány körtefa van? Igazából ez egy több, mind, többször előfordul egy Most ebben az évben is történik egy ilyen. A kamara ebben segítkezik ebben az összeírásban. A, a, támogatási alapokból kiemelnek embereket, vagy kijelölnek emberek, ki embereket, számítani kisorsor embereket ezek az embereknél megjelennek az összeérők, vagy pedig kapnak egy kérdői, online kérdőívet, ezt kell kitöteni. Magyarországon kb. 15 ezer termelőt fognak megkeresni, és 15 ezer termelőnek a, a gyümölcsfajt írják össze. Azért fontos hogy ezt tudnunk, hogy tudjuk azt, hogy minek készüljünk. Tehát a piacon, ugye a piacon, a gyümölcsöt el kell adnunk. Most, hogyha nem törődünk a piaccal, a kamera nem tudik a piacra, a felvásárló piacra, nem tudom, mennyi gyümölcs van az ország, mennyit fog teremni előállhatatólag, nem tudok rá piacot szerezni. Volt ilyen akció a kamarának, a dinnyével, egyéb más növényekkel is tervezik azt a gyümölcsöknél is, hogy hasonló módon közül lépünk, és próbálunk piacot teremteni a gyümölcsöknek. Tényleg, említette a dinnyét. Ön dínyes gazda volt nagyon sokáig, ugye? Tehát ismeri Igen. ennek az ágazatnak a csinyát, bínyát. Én újságíróként minden esztentőben azt látom, hogy a hírek májustól elkezdenek arról szólni, egyfelől olcsó dinnyét mutatnak a híradások, másfelől panaszkodó termelőt, aki az életét helyezte, a megélhetését mindenre az ágazatra. Hogy alakulhat ki évről évre mindig ez a, ez a, ez a cirkusz a dinnye körül? Hát ugye volt a kamerának, van is, van is, és már egy, van egy folyamat, amit elindult több indult, és ezt folyamatosan csináljuk. Ugye, ami lehet, igazából a legfontosabb tudni azt ezzel kapcsolatban, hogy a, a külföldi bank dinnyel az árakat, a belföldi árakat, és innentől kezdve, amikor egy ár lemegy, dinnyár le fog menni egy szintre, akkor nem fog visszamenni sose. Tehát egész nyáron azon a szinten fog maradni, vagy lejjebb csökken. Egy a termélet nem nagyon éri meg termelni. A kamar ezt elkezdte, csinálja két, több mint két éve ezt a folyamatot, és azt gondolom, hogy pár év múlva elérjük azt a szintet, hogy a dinnyi, a dinnyi termesztők is megelégedése fognak dinnyi termelni. Hát én gyerekkoromban emlékszem híradókra, amikor ott a francia-spanyol határon egész intenzíven dobálták a paradicsomot, meg öntötték ki a tejet. Tehát olyan érdekképviseletet mutattak be az emberek, hogy nem érte meg senkinek a kockázatot felvállalni. Lehet, hogy itt is egyszer kellene azt mondani, hogy oké, okay, olcsó dínje, ennyi volt? Én azt gondolom, lesz ennek egy folyamata, amit a kamera elkezdett, és ezt csinálja, és egy pár év után ez be fog érni, és működni fog az én véleményem. Térjünk át egy kicsit az állattenyésztésre. Ez egy olyan ágazat szintén, ahol, szóval nem egy hónap alatt lehet bármilyen célt elérni. Mi a tendencia szarvasmarha vagy akár sertés esetében? Mert utána néztem a híreknek, nő a szarvasmarha állomány, és ezzel párhuzamosan a következő hír arról szólt, hogy nő a sertéshús fogyasztás is. Igen, Érdemes azt gondolom, mai tendencia ugye az, a szarvasmarha állomány itt a is, kiskolás környékén, és úgy látom én is gazdákkal beszélgetve, hogy egyre több ember foglalkozik szaros tartással. tartással, azt gondolom, jövedelmedősége viszonylag jó és stabil, általában most jelen pillanatban, ezért az emberek belevágnak és több tarmány szaros tartanak. A sejtésságot az, az is valamilyen szinten ingandozó, de most jelen pillanatban voltak egy hullámvölgy, ami rosszabb volt, utána ment egy hullámvölgy, ami jobb volt egy kicsit. Az évi 25 kg sejtéshúz fogyasztásunk, ami egyfőre vetítve ennyi évente, ez azt gondolom picivel talán emelkedik, de Szerintem ez egy jó tendencia. Ugye erre azt mondják rögtön a vegetáriánusok, de nem csak a vegetáriánusok is, hogy pont a sertéshúst esszük, ami ennyi problémát okoz, szív- és érrendszeri megbetegedések. Mi itt a titok? Mert egyfelől nagyon jó, hogy ennyi fogy, ennyi embernek van munkája belőle, ennyi embernek van bevétele, és a helyit fogjuk megenni, nem pedig a Kínából hozottat. Azt gondolom a sejtésre kapcsolatban, hogy a sejtéshús az emberek már régóta fogyaszták Magyarországon, tehát több száz éve. Ha valaki mértékkel és megfelelő módon, megfelelő módon elkészít a fogyasztásban, nincsen gond. És van egy alternatív, ugye a mangalisza hús, ugye, ami teljesen koleszteri mentes a kutatások szerint, tehát az egy másik lehetőség, ami most félfutóban van, és majdnem medu, az elmúlt években megduplázódott a maga is szalkocák Itt a térségben is érezhető ez? Vagy ja, a térségben kicsit... már régóta van maga is tehát halas és térségében, kiskoroson pontosan kevesebb, de halas térségében, a 20 km többen termelnek, többen tenyésztenek és állítanak el a maga és azt gondolom, hogy csinálják több év óta, ami azt jelenti, hogy igazából valamilyen szinten és csinálják tovább. Ha én valakivel üzletelni szeretnék, az biztos, hogy úgy tudok elérni igen alacsony árat, ha azt az embert kényszerhelyzetbe hozom. Egy zöldség, egy gyümölcs, mondjuk egy hetes időintervallumban még friss, szép, egy hét után már hát, kicsit fonnyadt, kettő hét után meg vegye mindenki annyiért, amennyiért akarja. Mi itt a nagy probléma? Miért nem tudnak elindulni ezek a feldolgozóipari tevékenységek, vagy van-e már erre példa, hogy Ugye, ha van egy termékem, egy hétig friss, de a konzerv, akkor egy évre kitolom a szavatosság idejét. Azt, azt gondolom, vannak példák erre. Tehát nem olyan igen, kecskéméten az Univer vállalat is elkezdte és fejezte ezt a tevékenységét, és feldolgozza a gyümölcsöket. Vannak kisebb feldolgozó üzemek, de azt gondolom, hogy a feldolgozó üzemeknek olyan követelmények vannak, és annyira bonyolult egy ilyen üzemet létrehozni jelen pillanatban, ami szerintem egy hosszabb folyamat eredménye lehet majd családi gazdaságok és termelői szövetkezetek. Hogyan épül fel ez a rendszer? Hiszen ezzel is ismerkednünk kell nekünk, mert lehet, hogy egy terméket megveszünk, és látom, hogy XY családi gazdálkodásból származik. Én azt gondolom, hogy ez úgy fog jól működni a családi gazdaság és a termelői szövetkezet, ez a része ennek a, a együttműködésnek, hogyha ha jó, valaki egy jó terméket állít elő, akkor az jó profitál belőle, és később ez irány mutat a vagy saját magának, saját szövetkezetének. Tehát akkor épül ez jó föl majd, hogyha jó terméket állítanak elő, megvan a megfelelő piacra, és szép lassan feljönnek. Ehhez több év kell, hogy egy családi gazdaság fölépüljön, és a minőségi terméke jó piacon szinten fönn tud maradni sokáig. Ki mondta a varázsszót, minőségi termék? A helyi az mindig jobb? Én azt gondolom, hogy ha valaki a technológiát megfelelően betartja és megfelelő anyagot vásárol hozzá, megfelelő vetemot, megfelelő alapanyagot, palantát tesz hozzá, és megfelelő technológiát alkalmaz, ami elő van írva, azt gondolom, hogy a termék az mindig jó. Nézegettem a mai nap, illetve a tegnapi nap folyamán így készülve a beszélgetésre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának a honlapját. Tényleg nagyon hírgazdag. És ott is olvastam arról, hogy vadgazdálkodással kapcsolatban folynak egyeztetések, hogy valami egységesen kellene kezelni. Gondolok itt arra, hogy ugye vannak őzek, ez jó a vadgazdálkodásnak, de nem jó a gazdának, amikor kimegy és látja, hogy a vetemény le van rágva, akkor ez inkább bosszúság. Hogyan lehet ezt a helyzetet kezelni? Mert az sem jó, ha nincs egy ős sem az erdőben. Igen, erről az azt kell tudnunk, hogy tavaly megalkot, hogy a megtörtént a vadászi törvény elfogadása, ugye elfogadt az országgyűlés, megalkottak a vadásztárságok, és rendőr kezdve megvan a vadászt, a vadaknak is, és a földnek is tulajdonosa, tehát tudjuk, hogy melyik vadásztárság melyik földön tud megfelelően gondok gazdálkodni, ez le van szabályozva, tehát igazából ez így működik. Ami gondot okozott eddig, is gondot okozott, hogy mai napig is per pillanat, mi vannak vadkárak, ugye? És a vadkárakat, ugye, valamilyen szinten a vadászatnak valakinek meg kell téríteni, mert gazdátnak ugye, nagy kárakat okozhatnak. Tehát nem kis összegek. Ezért alakult a kamarának egy, föl is írtam magamnak egy erdészeti és vadgazdálkodási osztálya, amely együttműködve a Szent István Egyetemmel és az Erdészeti Tudományos Intézettel egy vadkár felmérési utatot, utatot fog készíteni, amiben le fogják írni azt, hogy milyen módon, négy alap alapján, milyen módon kell egy vadkár fölmérni, és ezt ki fogják adni majd, nem olyan sokára, és az alapján kell minden egyes vadkár fölmérni, amit a vadok okoztak a gazdáknak. Ugye van az az igazi magyar mondás, hogy ki mint vet, úgy arat, rögtön mutatunk aratós vágóképeket is. A mindennapi eh, asztalra való eh, buzával eh, lehetne példálózni, hogy eh, az ember, amikor reggel fel kell, vagy bármikor leül az asztalhoz, akár vacsorázni, a kenyeret előveszi. És bizony, ez egy alapvető élelmiszer. Halason és környékén rögzítettük ezeket a felvételeket néhány évvel ezelőtt. Látjuk, hogy a termelő betakarítást végez. Azt is ö, tudjuk, és elhangzott ma is az Agrárgazdasági Szakképzőközpontnál, hogy több milliárd ember etetését kell megoldani. Ezeknek a fényében itt van a föld, itt van a napsütés, itt van a lehetőség, a technológia, és itt van a rengeteg ilyes ember. Mondja meg, érdemes belevágni a mezőgazdaságban, mert most a fél óra alatt beszéltünk továbbképzésekről, őstermelő és a többiről. Igazi életcél lehet egy fiatal számára, aki még most lehet, hogy nem is foglalkozott vele életében? Az én véleményem erről mindig az általában, hogy valaki, ha úgy érzi, hogy érez a magában készítés arra, hogy a foglalkozzon, mindenféleképp csinálja. Tehát mindenkinek azt a szakmát kell művelni, és azt kell választani, ami ő neki megfelel, és amit ő szeret. Ha valaki szeret gazdálkodni, szeret az a foglalkozni, szeret a növényekkel a akkor mindenféleképp fogjon bele, és csinálja. És aki egy szakmát jól végezel, és jól kitanulja a szakmát, és jól végzi -e, az előbb-utóbb meghozza a gyümölcsét. Érdemes belevágni ebbe, hiszen itt most a környékről beszélek, hol lehet ilyen képzésekben részt venni. Egyik, ha jól tudom, János Halmán van egy ilyen nagyon nagy agrárképzőközpont, hová lehet még elindulni ilyen vonalon? Igen, tehát van János Almán egy agrárképzési szakiskola és középiskola, van a másik Rákóczi Ferenc ahol szintén tendencia és ez irányba haladnak a oktatási alapelvek. Van a Kecské, a kérdészeti iskola, a képviskola, és egyetemek vannak, amik ezek foglalkoznak ezzel a képzéssel. Azt gondolom, aki most fiatal és szeretne belefogni a mezőgazdaságba, és tényleg komolyan gondolja a mezőgazdaságot, és szereti is, akkor érdemes elmenni elvégezni egy vagy legalább egy középiskolát, és utána belefognak gazdálkodásba. És ugye örülnek a szülők is, hogy valaki viszi tovább ezt a tudást. Hát anyagot. ha van, tovább vinne, akkor igen, is tovább vinne, akkor, akkor kezdje, és az is egy fontos lehet később. Éjben. Ha beindulnak ezek a kertészeti képzések, hogy hogyan kell például egy palántát elültetni, akkor szóljon, mert mi mondjuk a nézőknek, hogy hogyan lehet mindebben bekapcsolódni. Mindenféleképpen fogunk szólni, hogyha megy az első ilyen kellett. Csanádi nagyon szépen köszönöm az információkat, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, kertészkedésre fel, néhány hónap is lehet kimenni a kiskertekbe. Ha meg nincs, akkor meg kell nézni esetleg egy hozzátartozót vagy ismerőst, hogy ő mit is csinál, higgyék el, megéri. Számítunk megtisztelő figyelmükre jövő héten is, tudják szerdán este fél nyolckor egy-egy adott aktuális témával jelentkezünk, viszontlátásra.